Akkor 100 000 ember gyűlt össze a gyűlölt király Lajos fia 100 000 katonája ellen. Kitört a párizsi forradalom. Kicsivel későbbiben is kigyulladt a forradalom lánca. Követő Berlin a délben. Sándor vagyok. Az én nagy részét ébren töltöttem felségemmel. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni. A forradalom első lépése és egyszer mint kötelessége szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni. Meg a kávéházban indultam. Petőfi, Vasvári, Ilnyi, Munkai és sok száz egyetemista lefoglalta Lenderel nyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyomtatták a 12 pontot. Mit kíván a magyar nemzet? Mit kíván a magyar nemzet? Felelős minisztériumot Budapest. Évenkéti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Úrbérviszony megszüntetési. Esküdszék. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyot szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Délután 3-ra gyűlés kérdezünk a múzeum terére. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember ült össze. A legenda szerint itt mondta el Petőfi a nemzeti dalt. Talpra magyar, híja haza, itt az idő mondhatja, ragadjunkat szabadon, ez a kérdés válaszol. Magyar Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon értek haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sionnai bitang ember, ki most ha kell halni nem ember, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láznál kart, jobban ékesíti a kar, és mi mégis láncot fordunk, ide veled régi kard. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A sírőink gomborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Estére már legalább 20 000 ember vonul Zajonba a várba, hogy mennyi is a táncsisnak.
után börtönbe járt. Az a marokkói fiatal toborozta néhány óra alatt ezt a töménytelen népet. A nép diadalmenetben hozta Pestre Rupert felszabadítás vezérét, Táncsis Mihály. Pesten vér nélkül győzött a forradalom. És küzdöttem érted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalma, amidőn nélkülöztünk téged. Ó, szabadságunk, édes, kedves újszülött! Légy hosszú életű a földön, élj addig, amíg csak él egy magyar. S ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemködő gyanán. S ha előbb jön rád a halál, rázsd magadda az egész nemzetet, mert tovább élnie nélkül egy gyalázat lesz, veled halni pedig dicsőség. Arra a napra emlékezünk ma, amely elindította a magyar nemzet szabadságharcát. Hajtsunk hát fejet a hősök emléke előtt. Érkezett, a legenda szerint megkérdezte tanácsadóját, hogy mit tegyen a magyarok.